Egy Pannonhalmához közeli kis településen sokoró pátkán készül a világ legnagyobb székelykapuja. Az állítók célja nem a versenyben való győzelem, hanem mások motiválása arra, hogy hasonló kezdeményezést indítsanak. A Hagyományőrző Egyesület tagjai ugyanis úgy gondolják, hogy a székelykapu puszta látványa, léte minden magyarban erősítheti az identitást. Képben és hangban is szeretettel köszöntöm Bajda Pétert, aki a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke, társalapítója. Jó napot kívánok, szervusz Péter! Szép jó napot kívánok, szia-szia! Beszélgessünk Sokoró pátkáról legelőször, mert talán érdemes ezt a tájegységet pár szóban bemutatni a hallgatóknak. Hát Sokoró pátkán itt születtem, és nagyon fontos lokárpatrikként élek itt, és hazafiként. Tehát nagyon-nagyon sokat jelent nekem a hazám, hazaszeretet. Én vagyok a helyi pék, tehát ezt szoktam mondani, hogyha bemutatkozás van, hogy... Akkor mindenki ismer téged. Igen. Nagy öröm nekem, hogy tényleg én adhatom a mindennapi kenyeret jó pár barátomnak, és testvéremnek, és ismerősünknek. Tehát, hogy tényleg imádkozunk, dolgozzunk, ez a mi. Tehát, hogy mi... Én nagyon sokáig... Csak a munkának, csak ezt a pékséget csináltuk ezerrel, és nemrég egy 4 éve döntöttem úgy, hogy a civil életbe is részt veszek, és itt a Sokoró pátkán a helyi képviselőtestületbe bekerültem, és mellette már egyből gondolatban volt, hogy indítunk egy civil szervezetet. Először csak így a kis falunkba gondolkodtam, de így jó pár baráttal beszélve, hogy ezt terjesszük ki, és egy tájegységbe gondolkodjunk, és így alakult meg ez a Sokorói Tájegység Egyesülés, ami 23 településnek köszönne, szólítana meg, előbb-utóbb gondolatokat tudunk nekik adni, és majd tudunk együtt közösen cselekedni. Hát ahhoz, hogy gondolatokat adjatok át, ahhoz látszódnotok kell, és hát ehhez egy fantasztikus eszköz lesz a világ legnagyobb székelykapuja. A hallgatók kedvéért felolvasom azt a szöveget, amelyet egyébként mögötted most is olvashatunk. Építsük meg együtt a világ legnagyobb székelykapuját, az összetartozás szimbólumát. Hogy kezdődött ez a munka? És miért szól a többes szám? Mi hogy segíthetünk abban, hogy ti a székelykaput felállíthassátok? Mégis tényleg azt szeretnénk, hogy megalakult ez a civil szervezet, innen kezdem, és azt szerettük volna, hogy legyenek céljaink, vannak a szívünkben mindig olyan gondolatok, vannak a fejünkben olyan gondolatokat, amiket szeretnénk kifejezni, és ezért jött az, hogy hogy tudnánk a legjobban azt kifejezni a nemzetnek a szeretetét, a anyaországi magyaroknak a szeretetét, a határ túli magyaroknak a szeretetét, hogy mi elképezi a legjobban a magyarságot, és ezért álmodtuk meg ezt a fő célként, ezt a székelykaput. És hogyha már tényleg székelykaput álmodtunk, egy olyan szerettem volna, gyakran járok, hál' az égnek most már Erdélybe, ezt is egy 7 éve kezdtem el, de úgy van, hogy amiben betoppanok, ott nagyon intenzivitással megyek előre, és minél jobban próbálom beszívni, vagy minél jobban magáimnál tudni ezeket az érzéseket, ezeket a dolgokat. És ott láttam ilyen akókaput, ami a közutat éveli át. Ezek nagyon hatalmasak, és ott állnak szinte a semmiben, és mutatják a büszkén magyarságukat, hogy ők ott vannak, léteznek, és tényleg beszélnek minden nap hozzánk, ahogyan áthaladunk alattuk, és ez a fő célunk. Van amúgy egy főrendezvényünk is, amiről majd szeretnék arról is beszélni, mert nagyon összekapcsolódik az egyik a másikkal, ami ugyanúgy a régi időket eleveníti meg, mint egy székelykapu, tehát a fafaragóból is volt itt a anyaországban rengeteg régebben, de ezek szinte már csak az Erdélybe tudtak nagy létszámmal megmaradni. Rengeteg fafaragó van Erdélyben, tényleg minden második házba készít valaki ilyen alkotásokat, és egy bucsút szerettünk volna, egy zarándok bucsút, hogy mindenolyan Csíksomlyóra elzarándokolnak az emberek egy szentmisére, ott megkapják ezt a bucsúi szentséget, és
mindenki nagy örömmel, szívdobonással megy haza, és az idei évben sikerült Böjtes Csaba testvért elhívnunk a búcsúra, és tényleg háromszor annyi ember jött el, mint eddig, közel 1000 ember jött fel a mi kis helytetőnkre, ott egy hármas halomoltárt építettünk, ami tényleg egy szakreális lett, egy kettős kereszt van a tetején, és egy harang alakú, egy szép kis hely került kialakításra, és Böjte Csaba a testvér felajánlotta, hogy lenne a kapunak a fővédnöke, és így kezdenek összeérni a szálak. Nem sokára arról is beszélünk, hogy ezek a kapuk be tudják-e tölteni azt a funkciójukat és azt az érzéstöltetet, amit egyébként megkapunk Erdélyben, a saját közegében. De előtte arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora lesz a ti kaputok, vagy a mi kapunk, ha megengeded, akkor több eszámban beszélek. Bizonyára tudod, hogy most melyik a világ legnagyobb székely kapuja, és az mekkora? Igen, Tórján van, 15,5 méter, és mi nem szeretnénk sokkal nagyobbat, egy fél méterrel szeretnénk nagyobbat csinálni, készítetni, alkotni, mert úgy gondolom, hogy arra kellene versenyezni, hogy valaki benyerje ezt a tisztséget, hogy ővé a világ legnagyobb kapuja, hogy csinált egy 30 méteres, és máshogyan már nem lehet megoldani, hanem építsünk minél több székely kaput az anyaországban, minél több székely kaput a világon, és mutassuk mi magyarok, hogy mi összetartozunk, és tudunk egységesen dolgozni, alkotni és összefogni. Mert hogy te mit érzel, amikor meglátsz egy székely kaput? Vagy áthaladsz alatta? Hát azt érzem, hogy nekem nagyon nagy, úgy érzem, az őseink nagyon nagy dolgokat csináltak az 1900-as években. Parlament épült, hídak épültek, nagyon sok városháza épült, nagyon sok kápolna, templom épült, és akkor készült nagyon sok székelykapu is, tehát hogy akkor tényleg minden ember a maga kis portáját ezzel díszítette fel, hogy kicsit csinosabb lett, mint a szomszédé, kicsit csinosabb lett, mint a másik faluban lévővé, kicsit más stílusú lett, és így aláérve tényleg azt érzem, hogy egy régi Magyarországban vagyok, ahol van jó barátság, jó hazaszeretet, nagy tisztelet, és ezek jönnek fel elém, amikor egy székely kaput meg tudok érinteni. Azt hiszem, 10-en alapítottátok annak idején a Sokorói Tájegység Egyesülést. Hányan vagytok most? Meghallják-e a hívószót az emberek? Aktívan 40 fővel vagyunk bent ebbe a tájegységbe, de vannak testvérklubok, amik már előbb alakultak, mint a mi kis kiegészítő klubunk. Mi abszolút a nemzeti értékeket jelenítjük meg. Minden egyes rendezvényünkben ez van. Van egy olyan fő gondolatunk, hogy Isten, haza, család. Ez a hármas vezet bennünket, hogy ezeket így éljünk, így dolgozzunk a tájegységben, így dolgozzunk otthon, így dolgozzunk a munkahelyen, és úgy érzem, hogy ezzel egyre előbb, egyre közelebb kerülünk ehhez a hármas egységhez. Javíts ki, ha tévedek, de jól gondolom, hogy neked vérszerinti kötődésed nincs Erdélyhez. Nincsen. Mert hogy kötődésed van, csak az nem vérszerinti, ugye? Jól gondolom. Igen. Szoktán kérdezni tőlem, hogy miért székelyezek ennyit, vagy miért jelent nekem Erdély ennyit, és én mondtam, hogy nekem a szívem, ami székely, és tényleg így élek, így dolgozok a pékségben, és így dolgozok, vagy így vagyok a családdal is, és a civil szervezet meg. Ez nagyon ki tudott teljesedni bennem, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, hogy egy civil szervezetet tudtam csinálni, és itt tényleg alkothatunk rendesebben. Pékként dolgozol, te vagy a település pékje, ha úgy tetszik, és közben három gyermek édesapja vagy. A gyerekek tudják, mi ez a székely kapu? Veled járnak a különböző rendezvényekre? Elviszed őket Erdélybe? Ha mész? Igen. Pont az idei évben voltunk a búcsún, a csíksomlyói búcsún, és most a komplett család
ott volt. Igaz, most nem 20 km Zalárdon voltunk, de egy 4 km-t felmentünk a Nyeregbe, és kis Zsejke 3 évesen is most már ott volt, Koppány fiam, Bendegúz fiam és feleségem is együtt tudtuk átélni a Szentmisét, és együtt tudtuk elénekelni a magyar, és utána pedig a székely himnuszt. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt. És hát ezek a gyerekek ebben az identitásban nőnek fel, tehát ebből a szempontból, ha rajtad múlik, akkor jó kezekben van a jövőnk, ilyen szempontból, érzelmi szempontból. A következő kérdés, talán az legutolsók egyike, hogy hol lesz a világ legnagyobb székelykapuja felállítva? Győr alatt van egy sokrói dombvidék, nem kell egészen a Bakonyig elmenni. Ez egy hármas halom, van egy taktársunk, egy tiszteletbeli taktársunk, ő írt egy könyvet is rajta, Jobbágyi Zsolt, a Sokoró Szent Földrajza című könyvet, és ő mondja, hogy ez a, ugyanaz a domb rajzolódik ki itt, mint a mi ország címerünkbe. Úgyhogy idejében azért is tettük fel a mi hármas halom oltárunkat, és arra a nagy kettős keresztet, ami Viszló Bálint ácsmester egy 4,5 méteres kettős keresztet tett a tetejére. És itt fognak felállni 23 településnek az összefogásával, a mi csapatunk összefogásával, és az egész Kárpát-medencének az összefogásával, mert most már egy erdélyi jó barátom, Tamás Olivér is gyűjti az adományokat Erdélyből, úgyhogy ők vállalták, hogy maga a fafaragást és a kaput finanszírozzák, elkészítik. Nekünk az infrastruktúrát kell elkészíteni, és az egyéb teendőket, mert úgy számoltuk, hogy szeretnénk mi egy parkot is csinálni. Ezt Erdélyben nem nagyon láttam, hogy a kapu mellett lenne egy park, ahova le lehet ülni, el lehet gondolkodni, lehet rendezvényt tartani, vagy csak egyedül szalonnát sütögetni, vagy gasztrót belevinni. És őshonos gyümölcsfákat teszünk dr. Potyondi Ákos csapattagunknak, a alapító tagunknak a segítségével alakítjuk ki a kis kertet. Nagyon jó csapattagok vannak a mi klubunkban, van benne egyházi személy, Kalocsán vezeti az egyik katolikus egyházat, de van benne fülorgégész doktor, van bent, tehát nagyon, nagyon minden egyes oldalról vagyunk támogatva. Péter, lejárt az időnk. Folytatnám még a beszélgetést szívem szerint, de Szekeres Sándort is adásba kell kapcsolnom. Meg kell kérdeznem, hogy hogyan támogathatjuk a kapu megépítést. Jól olvasom, hogy aláírásunkkal, tehát nem feltétlenül pénzadományokat vártok, hanem egyáltalán csak a tényleg a támogatásunkat, a lelki egyetértést. Igen, így is meg szeretném köszönni, hogy részt vettem a műsorba, meg tényleg, hogy mellettünk vagytok, hogy egy ilyen nemes dolgot támogattok, és van egy nagy oklevelünk, amit egy másfél méteres nagy kiterjedésű oklevél, és erre kérünk olyan közéleti személyiségeket, akik ezt szívesen aláírják nekünk, és így egy elvi hozzájárulással, egy aláírással támogatják ezt, hogy ők is mellette állnak, mert nekünk ez sokat jelent, hogy így is mellettünk tudhatjuk az embereket. Tehát nagyon itt szépen. Már aláírt a Rákóczi Szövetség, aláírt a Böjte Csaba testvér, aláírták zenészek, költők, úgyhogy még nagyon sok hely van, úgyhogy várom ide is az aláírásokat. Köszönjük szépen, hogy beszámoltál nekünk. Erről Sokoró Pátkán aláírhatjuk tehát az összetartozás szimbólumát támogató székelykaput, amelyet most készítenek az alkotók, és hamarosan felállításra kerül. Vajda Péternek köszönöm, hogy velünk volt, ő a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke, társalapítója. Köszönöm, további jó munkát kívánok! Köszönöm, Isten áldjon benneteket!